Muszáj a kibaszott PS2 a San Andreas. Nem lehetett szó szerint bármi mást. Miért? Egy gyűlölöm a PS2 a San Andreas, nagyon undorítóan néz ki, hogy összehányom magam tőle. De van ennél rosszabb, mert magyar felirattal van. Aki által. Ez egy nagyon meggyőző Tehát, volt. hogyha erre koncentrálsz, akkor észre se veszed a felirat. Jaj. Biztos nincs B-terved, igaz? Biztos, hogy nincs. Kurva Isten faszát. Ebből hallod is a játékot. Na, még jobb az meg. Nézzük, milyen dagadt CJ, milyen jó ez így. Milyen kövér és milyen feka, olyan gyorsan felnőnek. Hát azért Rockstar tanulhatna egy-két dolgot így lehetőleg. Tehát ezek a küldik nem lesznek olyan jók, mint azok a gyómosok. De én nem tudom, nekem már elég volt a gyóm, én úgy érzem. Jaj. Nem muszáj gyomozni, mondom, szó szerint bármi más. Hát, hogyha feltelepíted a mafiát, akkor játszhatsz, azt én megnézem. Jaj, de jól fut. Múlt 13 FPS. Baj simán. Hol tartottunk mink? Paki, fajnó. Mikor vettünk fel utána 3 hónapja? Hát, hogy 3-4 éve, ja, valahogy úgy. You are repugnante. Most használom először ezt a kínai kontrollert. Úgy néz ki, működik nagyjából. Speak on. Oi, Cole. It's me, Paolo. Listen, Rose is in a tangle, and I think you're the geezer to sort it out for us, okay, sunshine? Hogy mi? Yeah, thanks, man. I appreciate the opportunity. Rosie-t összezavartam. Nem is. Nem. A start gomb az annyira nem működik. Mi fasz? Nem az meg. Annyira? De egy kicsit működik. Hát így néha jó, hogyha nagyon erősen nyomom meg, akkor jó. Good old kínai kontrollerek. Na mindegy, hol tartottunk? Szenecsére itt vissza lehet így olvasni könnyedén. Haló! Jó van... Mi? Jó van, Carl, én vagyok az Paolo. Nézd, Rosie-t összezavartad, és szerintem neked kell elintézned ezt nekünk, oké? Okay? Napsugaram. Kerüld meg az irodát... Hogy mi csináljak? Kerüld meg az irodát, és akkor végre megláthatsz mozgás. Ja, kösz ember, méltányolom a lehetőségedet. Hogy mit? Tessék? Én lehet, hogy a gyomokat jobban értettem. Hát ez majdnem azon a szinten van, tehát így Eke azért tolja. Hallod, milyen kemény lenne, hogyha Eke csinálna? Ne, ezt a zenét nem lehet lejátszani ebben a videóban. Ne adj neki tippeket, szerintem nézi a videókat. Nem szabad neki ötleteket adni. Felőlem ezt csinálom, amit akar, nem szívesen megnézem bármit, amit alkozó, de nem furcsa ez a kontroller. Oké, jobb, megvittünk. Jó kis Eke gyomok. Ezt már egyszer megnéztük, ezt az átvezetőt, mert úgy emlékszem, hogy igen, ezt a küldetést elbaktam, és az volt az utolsó dolog, amit megpróbáltam, úgyhogy most megcsinálom rendesen. És voltak, akik kérdeztek, hogy milyen PCSX2 beállításokat használok, meg ilyesmi. De nem, mert PS2 játszok, bazd meg! Na, most ezt le tudtuk, mehetünk a küldére kicsit lejjebb. Az original Eke élményt. Kicsit lejjebb kenne bennem, szerintem hangerőt talán. Ez egyébként, ez a küldetés full ilyen gyomszín vonalon van, mert az a sztori, hogy itt ez az ember, itt valakinek van kamerája, ezért én megölöm őt, hogy elvegyem a kamerát. Tehát ez ilyen fullosan ilyen gyomsztori vonal. Ha megölted, akkor vedd el a kamerát. Aha, van kamerád, most nyomás a tervező osztályra. Érted, mindenképpen meg kell tölni valakit, nem tudod volna venni egy kamerát. Igen. Ezt mindig is szerettem ezt küldi. Így leveszem a hangerét. Úgy. Ami volt, nem figyeltem, bassza meg. A biztonságiak elég szigorúak a tervező osztályon. Ne csinálj semmi zűrt. Volt, ezt nem ígérem, de... Jó, hát próbálkozni kell, na. Nem furcsa ez a kontroller. Furcs is ijesztő.
Nagyon mélyek a gombok, vagy most nem. Mélyek a gombok? Nagyon mélyre lemegy a gomba, olyan furcsa. De nem a legrosszabb kontroller, amit valaha használtam egyelőre. A legrosszabb az a vezeték nélküli fos volt, ami... Vettem én vezeték nélküli PS2 kontrollert, és így... Használtam, és a bal analogkal az kurvára nem működött rendesen, mert így... Tehát, hogy nem tudtam így felfele, meg jobbra menni egyszer. Tehát tudod, hogyha így észak-keleti irányba mozgattam az analogkart, akkor így mindig így megállt CJ, meg ilyesmi. Kurvára nem működött, aztán egyszer elejtettem, és azóta egyáltalán nem működik, úgyhogy ennyi. Eddig húzta. Most nem elejtettem, leesett az asztalról mindig. És akkor így... Elejtettem, és azóta működik. Abban a pillanatban megdöglött. És milyen igaza volt. Ja. Ja. Jó, lehet, hogy kennett volna. Ó, baszki, szerintem elmegyek pánkélért. Most, hogy jobban belegondolok, mert az kenne szerintem egy kis pánkél. Ez a küldihéz. Hát, szerintem easy lesz. Tök fölösleges. Időpazarlás. Hát, ha lenne Xbox One controllerem, akkor még azt mondom, oké. De ez a Brook átalakító, az nem valami kurva drága egyébként? Nem valami 11 ezer forint, vagy valami ilyesmi? Az igen, az nem olcsó. Tehát ez egy kontroller adapterért 11-12 ezer, ezért nem biztos, hogy fizetnék. Igen, gyászdal. Annyiba kerül, mint egy kontroller, ha most. LG, eléggé a gyászdal. Legy. Kicsi lőszer. Á, van elég lőszer szerintem. Itt az volt a gond, hogy meghódtam az őrök által. Á, remek, most már csak 22 ezer forint. Nagyszerű. Mennyivel jobb deal? Így azért már kicsit jobban megéri, most már megfontolod. Azt mondja, kibaszott Xbox One controller, és ott van, hogy 18-19 ezer forint, vagy még több. Faszomat bele. Hol a gyászban van ez a... Itt van, nem? Nem itt? Nem, hol... Itt van valahol egy... Jaj, ennél van, jó, megvan. Itt van egy armor, azért jövök. Hát de az úgy nem az igazi, Gen játékokkal Gen Controllerrel kell játszani, tudod, hogy megy ez? Úgy az igazi. Hozzád az élményhez. Ja, meg amúgy is tudnál OPL-lel emulálni DualShock 4-et. Vagy 3-at. Majd ha egyszer DualShock 4-et szerzek, akkor azt fogom csinálni valószínűleg. Csak hogy a ház így néha így megszűnik létezni. Ja, PS2 things. Várj, már csak terv osztálynak írja, nem tervező osztálynak. Hol kellene itt felmenni? Én vagyok nagyon hülye. Lucky if I remember. Ja, először beszélni kell a nénivel, persze. Segíthetek, uram? A Caligula kaszinó építési terveit szeretném megnézni. Öndön uram, ugye tisztában van azzal, hogy tilos felhasználni a felvételeket? Igen, már csak néhány jegyzet hiányzik. Kösz. Mert ez ugye amúgy így megy. Uh-huh. Úgy bárkit beengednek kaszinó terveket fotózni. Ó, de van itt egy szuper tervünk is, hogy hogyan fogjuk ezt megoldani. Mert ugye ott vannak az orosok. Nem fotózhatod le a kaszinó tervezőit, ha egy or tartózkodik. Tartózkodik a közeledben, igen. El kell terelned a figyelmét. Egy szinten lejjebb van egy irattár, menj le és nézd meg, hogy tudsz-e valami zavart kelteni. Geniális fordítás. Nem sok közel van az angolhoz, de... Azok az öreg légkondik eléggé le vannak pukkam az úszítőket valahogy. Öreg légkondik. A jó öreg légkondi bá. Uj! Jól sejű.
Ne égjen a zsír még egyelőre. Mindenki kifelé, ez nem gyakorlat. Azt hiszem a Razernek én láttam valami Xbox 360 kontrollerét talán, vagy Xbox One, vagy mi a fasz volt, de az is sokkal drágább volt, mint a rendes Xbox kontroller, de akkor már inkább rendes Xbox kontrollert éri megvenni, de mindegy. Igen, valószínűleg jobb is, mint a Razernek a fos hangja. A Razer ez egy ilyen leúzás gyár cég márka. Olcsóbb is, mint a drágább. Hát igen, igen. Azért ezzel nehéz vitába szállni, hogy olcsó, mint a drágám. Ez van, az? Jó, nem. Ez a másik. Nem, az az, igen, az másik. Az. Az az. Nagyon jó képet fog róla csinálni. Ez nem működött. Picsába pedig olyan jó lett volna. És így? Tökéletes. Remek lefotóztad a kaszinó tervezőt tűnjel az épületből, mielőtt meghalsz. A szükséges, és egyből lövöldöznek. A füst nagyon jó tesz a folyamvétnek. Nekem van... volt több is, nem tudom. Egy MadCats kontrollerem az biztos volt. De már nem működik természetesen, a kábel meg van törve. Miért is működne? Nem látok egyszer semmit a kibaszott füsttől, baszki. Külön szekrényre találtak a hibás visszahozott szarokat. Jaj, ja. Az valahogy úgy ment. De igazából nem csak a MadCats volt ilyen, tehát az összes ilyen third party fos, mint fos volt fullosan, tehát így az kurva gyakori volt, hogy az analóg karban hogy az analóg karban az egyik axis az így teljesen eltört, vagy nem működött, tehát így abba hagyta a forgást, tehát hogy van ugye a két forgóbaszás az analog karban, és akkor az egyik így egyikben valami így kiakad, és akkor már az már nem forog. Tehát így csak balra-jobbra tudsz menni, előre-hátra nem, az nekem többször is előfordult ilyen utángyártott fos kontrollereknél. Még nagyon régen a PS1 korszakban volt igazi kuriózum az ilyen sok third party fos, amiben az volt, hogy a nem szabványosak voltak a rezgő motorok, és hogyha használtad a rezgést, akkor kurva nagy valószínűséggel történetet az, hogy BASZD MEG, hát ezt nem hiszem el, a kurva isten megbassza ezt a szájba baszott tetves lófasz játékot, mi a faszért játszok én ezzel a szarral. Ezt kérdeztem én is. Előfordulhatott az, hogy hogy a PS1-nél nem voltak szabványosak a motorok, és túl sok áramot vett fel, és kibaszta a PS1-ben a kontroller biztosítékot, tehát így konkrétan tökre tudta baszni a gépedet. Hogyha third party fost használtál. Tehát jaj, ez az, megsporoltam vele 5000 forintot egy normális kontrollerrel szemben, viszont szarabb, és tönkre teszi a PS1-en. Kurvára megérte. Ja, valahogy ezt túl kellene élni, ezt a küldetést. Kurvára gyűlölöm, nem is tudom minek csinálom, de mindegy. Speak on it. Oi, Cole. Ezek kínai kontrollerek egyébként meglepően jók. Én sokkal jobban kedvelem az, hogy ugye nincsen ilyen egyedi fos formájuk, hanem tényleg így a rendes PS2 formátumot használják. És igazából úgy működőképesek. Tehát az analogkal az ugyanolyan szar, mint régen az ezeknél, a third party kontrollereknél. Viszont elmegy egynek, érted? Legalább hasonlít az eredetihez. És is valami. És általában sokkal jobb minőségűek, mint azok a régi fosok. Mondjuk ezen kurvára már kezd fáradni a kezem, mert eléggé nehezek a gombok rajta. De valahogy kibírom. Tehát nehéz nyomni a gombokat, ezen egy kicsit talán. Itt lehetne könnyebben nyomható.
Azért a gyomok után az a színvonal, amit az OG San Andreas képvisel, eléggé alacsony, meg kell, hogy mondjam. Igen, valahogy úgy hiányzik az, hogy menj a helyre. Igen. Tehát ezt a küldetést simán meg tudtam volna csinálni, ugye gyomban, de itt nehéz. Mert kontroller, de... meg lassú, meg lőnek rám, meg nem tudok beírni kódot, mert nem codokat használok most. De legalább némi esély van, hogy holnap találkoztak. Ja. Sovány igaz, de legalább valami. Lehet megcsinálni az egész játékot újra gyomban. Ah, azon gyomban álljon neki. Egy nagy küldetés lenne az egész. Hát, hogy kenne egy olyan autó, ami nincs szétrohadva. Jaj, működik minden. Amennyit szedom ennek a játéknak a grafikáját PS2-n, az interiőrök azért normálisan néznek ki, hála égnek. Nem tudom, mi a bajod vele. Jó ez, nem tudom. Stílusosabban néz ki, mint az otthonos PC verzió. Máshogy hányadék, inkább úgy mondom. Mivel ugye alacsonyabb felbontású, így annyira nem látod, hogy mennyire fasul néz ki. Viszont a PC verziót meg nagy felbontásban játszok, és így kurvára látszik, hogy milyen ocsmány. Igen, és az azért szarul néz ki, ez meg azért, mert alacsony a felbontás. Akkor konkrétan nincs jó megoldás erre, hogy jól nézzen ki se. Gyakorlatilag nincs, igen. Mindig rossz felé indulok, picsába. Pedig már harmadjára csinálom azt a küldit. Még kicsit még... Úgy, bazd meg! Fú, de... Ez egy kínai cipőszaga van ennek a kontrollernek. Jabból van. Ja, még ki se vettem az acskóval, azért van még ilyen, kicsit hagyhattam volna szellőzni, de ahhoz az kellene, hogy okos legyek. Az anyádat. Nincs PS3-ra magyarosítás? Azt hiszem, hogy van. Azt hiszem csináltak, akkor majd azt valamikor majd megnézhetjük. Jaj, ne! Nem akarok több San Andreas utálni ezt a játékot. Nem mostanában, ez biztos. Egyelőre túl sok a San Andreas. A között 10 évben szerintem még várhat. Nem is értem, hogy itt San Andreas-ozunk, meg gyomozunk, meg minden, és ez a legkevésbé szeretett GTA játékom, konkrétan rühellem. Ez elén is így vagyok. Mi faszért játszol? Nem tudom, mert már belekezdtem, akkor már befejezem, tudod? De túl sok mindenbe kezdtem egyszerre bele, az volt a gond. Tehát így... nem gondoltam ezt át. Hát fiatal voltam és meggondolatlan, és belekezdtem egyszerre gyomozásba, meg... Mert akkor kezdjünk bele PS2-es végigjátszásába ennek a játéknak, és így itt ragadtunk. Voltál olyan kedves, hogy belerángattál ebbe az egészbe. És ez egy kibaszott hosszú játék, és ez egy kurva sokáig tart a végigjátszáson. Yeah, de jó. Szerencsére. Hála égnek. Ez a legjobb benne. Lehet, hogy egy ótvar szar, de legalább hosszú. De legalább már túl vagyunk a felén, azt hiszem, talán. Hát ilyen egy-két kutyút is adagokból megcsinálhatjuk, és akkor ilyen 10 évig van content. Simán. Úgy még elviselhet az a játék. Get this film developed for Woos. You got it, CJ. Good work.
hány kísérlezőért csinálnék GTA V magyarosított végjátszást? Nem is tudom. Max, hogy fel kell fordítás, nem? Akkor ez az nem egy rossz deal, hogyha a jobb is egészített. Nem tudom, hogy 15 darab 100 dolláros donáció után. Nagyon gyűlölöm azt érték. A hódítás? Júj, most találkozunk a nénivel. Most már teljesen... Mi? Is this just going to be extremely difficult or next to impossible? Hear me out on this, homie. All right, the cash room is on the bottom level. There's a bunch of rooms and a tunnel under the whole building with access to the casino floors at either end of the complex. All right? Now, security consists of CCTV, a key code access, and in places, a swipe card. Az létezik egyetlen lemezen? Ja, azt hiszem van, tényleg van lemezen, ja. Szintén azt hittem, hogy csak online. Túl sok a szöveg, le fogunk maradni róla. Picsába. Jaj, ne, csak azt ne. Mert nem olvasok semmit, mert túl gyorsan elmegy, és megvárom, amíg megnézhetem a briefbe, de így meg már túl sok lesz, és nem fogom tudni megnézni. Picsába. Semmiről nem maradtál le, megnyugtatlak. Alright, cool. Nem érdekel az újrafordítás. Nem. Nekünk az eredeti kell. Minél rosszabb, annál jobb. Újrafordítás az lehet, hogy javított verzió. Hát azért ebben kételkednék, de... The human heart, az emberi gyarlóság. Aha, na várjál. Kurvára lemaradtunk szerintem mindenről itt. De valami olyasmi volt, hogy... valami olyasmi volt, hogy mi volt az elején, baszki? Na várjál, klippelem, és akkor az lesz, mert ezt teljesen kimaradtam mindenből. Már is klippeljünk egyet. Még mielőtt túl késő. Nézzük csak, azt mondja, hogy tehát valami nagyon nagy marhaság volt az elején, azt tudom, mert hogy man, I know you're blind, but you gotta see this. Azt hiszem, ezt mondja. Meg lefog már. Na bazdmeg, már most lemaradtam mindenről, mert olyan kurva hosszú ez az átvezető, hogy rohadjon meg. És akkor meg kell néznem a videóimban. Fú, de egy fos ez a rendszer. Gyűlölöm, hogy egyszerűen ez a fos túl gyorsan elmegy a felirat, nem tudom megnézni. Aztán a klip is túl rövid. Hála egynek, hogy gyomok ezt látogatték. Faszva ezzel az egészen, hol volt ez? Ami kurva nagy üdvetlen faszság volt. I know you're blind man, vagy you're gonna see this. Tudom, hogy vak vagy, de ezt látnod kell, de mi volt oda írva? Azt mondja, hogy... itt van. Most már teljesen világos, hogy sötét vagy, de ezt látnod kell. Ez így, hogy? Tehát, hogy a blind az nem egy olyan túl sok értelemmel rendelkező szó. Oké, ez nagyon... kedves kezdés volt, igen. Erre Vuzi válaszol. Igazán rafkós, tehát mit jósolsz? Ez most egyszerűen csak kurva nehéz lesz, vagy teljességgel lehetetlen. Na ez már megvan innen, oké, akkor folytathatjuk. Vagy lehet, hogy jobb, hogyha innen nézem, mert akkor halljuk is a hangot. Tényleg, ez nem is hülyeség. Hallgasd meg... hallgasd meg én! Hogy gondolom, haver? Hear me out on this, haver? Rendben, a pénzgyűjtő szoba a legalsó szinten van. Igen. Az egész épület alatt helyiségek és járatok vannak. És ezeken keresztül feljuthatsz az emeletekre, a kaszinó mindkét végén vágod. Alright. Now, security consists of CCTV, a key code.
Tehát a biztonságiaknak van biztonsági kamerájuk, kódkártyás no beléptető rendszerük, és néhány helyen mágnes kártyás biztonsági rendszerük. Hé, már megint mutogatsz? Ó, úgy tűnik, kezdek rászokni a góréskodásra. Ezt hogy mondtam? Nézzük csak. Az létezik egyetlen lemezen? Ja, azt hiszem van, tényleg van lemezen. Ja. Sőtlen azt hittem. Ne, semmi ilyesmit nem mondott, mindegy. Hol jártunk? Igen, ne aggódj, ez a vonás majd jól jön, amikor összejön a szükséges csapatunk. Igen, tudom. Hé, főnök, ez CJ-nek jött. Hé, francba ember, most meglátta a terveket. Nos, akkor megvan az első újoncunk. Gyere be és csukd be az ajtót. Rendben, király. Ez egy biztonsági kártyaolvasó, amit Zero küldött át. Már csak egy olyan mágnes kártyát kell szereznünk. Szerencsére minden létező biztonsági rendszernek van egy gyenge pontja. Az emberi gyarlóság. The human heart. Figyelj, költői szabadság. Igen, mert mindig tanítják is iskolában, hogy nem szabad szóról szóra. És ezt ugye elvitte így az extrémek. Extrém szintig elvitte. Nem biztos, hogy azt jelenti, amit eredetileg is, de nem kell, hogy azt jelentse, érted? 9000 forintba kerül használtan a szaros PS3-as San Andreas, bazd meg. Nekik kéne fizetniük, hogy te levetted a vállukról ezt a terhet. Hát most vagyok biztos, hogy használt PS3 megér annyit. Már vagy 47-szer megvan neked a San Andreas, szerintem egyet nyugodtan letölthetsz. A krupjénál van a mágnes kártya és kódot ő ismeri, tapadj rá. Valami nem stimmel itt nekem. Micsoda? Another shift over, see you tomorrow. Na várj, ezt látnom kell. Hogy mondod? Another shift over, see you tomorrow. Véget ért. Ja, véget ért. Esküszöm, úgy értem, hogy véget ért. Kezdi kikészíteni az agyamat, sok gyomszar. Véget ért, még egy műszak, holnap látjuk egymást. Na tessék, itt van neked, én holnap találkozunk. Na, örülsz? Megmondom őszintén, azért a gyomoknál jobban örültem, mert ott tényleg találkoztunk holnap. Ott tudom, hogy nem csak egy üres ígéret volt. Ha túl közel mész hozzá, ki fog szúrni. Viszont ha nagyon nem maradsz, elvesíted a nyomát. De basz, tényleg? Olyan nincs. Ami nekem olyan furcsa, nem tudom miért. A fasz. Ups, túl közel mentem. Tényleg beszarométer lett volna ebben is a helyes kifejezés. Nem értem, hogy miért nem használták még egyszer, ha már egyszer úgyis benne volt. A hátrány, hogy ezt 60 fps-ben streameltem korábban, és 60 fps-es a videó YouTube-on, ami kicsit jobb minőséget ad neki, hogy most ez kicsit talán alacsonyabb minőségű lesz YouTube-on. Sajnos, így működik ez a fostos weboldal. Hogy a 30 fps-es videó kevesebb bitrátát kap. Nem gyönyörűen valami a fordításhoz. Minél kevesebb fps-sel megy, annál jobb. Cinematic experience. Átírtam a címet, vagy csak akartam? Átírtam, frissítettem is. Tudtommal. Mert nem írod ott át, vagy mi? Próbáltál te frissíteni? Vagy nem tudom, néha nem írja át automatikusan. Nyomok rá egy frissítés, minden biztos, ami biztos.
Fú, de furcsa így játszani így 2 FPS-en. Nem javít rajta. Furcs. Hozzászoktam a 30-hoz a sok gyommal. Menj be a sex shopba! Be fog menni a sex... Jaj, jövjön, be fog menni a sexboltba, kövesd. Miért nem szólsz, hogy elfejtettem a mikrofont? Jó, nagyon széthullott a hang. Elfejtettem bevenni a mikrofont a számba. Most jobb? Ips. Most jó? Aha. Csak közelebb húztam a mikrofont. Most minden megváltozott. Mondjuk még mindig jobb nálad a hang, mint nálam, mert nálam ilyen inkonzisztens, hogy mikor kurva szar. A krupié csaj itt van valahol bent, találd meg. Nem, másik mikrofont használok a streamhez, mint a Discordon. Ah. Sirály, mintha rámöntötték volna. Biztos vagyok benne, hogy olyan, mintha rádöntötték volna. Nézzük csak. Mert hogyha... Tökéletes. Hogyha másikat használom, akkor visszahallanád magad. Oh, szia, Benny! Igen, uram, éppen most bújok belé. A tiéd is megvan? Király, nem sokára talizunk nálam. Hardcore VHS. Béna. Hogy mi? Mennyi szerez egy béna jelmezt? Gimp suit eredetileg béna jelmez. Várjam. Rajta mellett az Afrika gyaklánc meg a kalap. Tökéletes. Bírtam volna, ha a kalapra ráveszi ezt az egészet, hogy csak így szétállal a tegszalat. Kupi elhagyta a boltot, kövess, de vigyázz, hogy ne kerülj hozzá túl közél. Ó, úgy tetszik, hogy úgy tolatod, hogy nem mozognak a hátsó kerekek. De ez halál komolyan, egy gyomszín vonal ez. Tehát gyomnál még jobban megoldják. Tehát konkrétan itt nem mozog. Az egész játék eléggé az. Ja, nem mozogtak a hátsó kerekek. Messze ez a legprosztobb gyakorlában. Ez közel volt. Mi fasz folyik ott? Mi folyik itt? Ja, itt egy autós üldözésbe kerültünk. Rendőri üldözés közepette, én követem ezt az autót. De szépen megálltott a piros lámpánál. Tényleg, mi volt a neve? Cowboy sapka volt a neve? Cowboy sapka, vagy valamilyen hülyeség volt, nem? Igen, valami nagyon hunglis neve volt. Még nem mentem be még egyelőre a Szia Torneszereknél lejjebb, mert még nem volt elérhető, de lehet, hogy hamarosan az lesz. Az lesz a csúcspontja az egész végig egyszeresnek. Bizony. A legendás Szia Torneszereknél. Kus legyen, éppen követik egy autót. Banda területre, nem? Igen, az volt az. Pirom puha meleg kapuszt is banda terület. Úgy imádom ennek a banda területnek az anyagát. Egy kis puha bolyhoz banda terület. Nem kellene lefogynom ez a csajhoz valójában, azt hiszem, de...
Azt hiszem, hogy le kell majd fogyni sajnos. Vagy valami ilyesmi, mert nem szereti a ducikat. Diszkriminatív. Pedig ezt hittem, ez egy teljesen progresszív és PC játék. Remélem nem jön sem. Nem, ez a PS2-es játék. Badunts. Motorháztető? Ne, az is volt, azt hiszem. Szerintem mind a kettő volt, nem? Nem tudom. Parkolj le a... Én a banda területre emlékszem. Krupié haza előtt. Tetszik ebben a küldiben, hogy a... Hogy ez lesz a pimp. Ez a faszi. Redneck. A béna kiiktatva, menj és csenges B. Uram. Master. Come on in. I'm ready for you. You've been a naughty girl. Oh, I know. I know. Átlagolva be lesz. Spit it out, filthy worm. You'll never break me. Hey, if you're good, I'll punish you more. Oh, Betty, you minx. Sex fatálat. Most mit csinálnak? Perekednek. Ja? Ez a hely. Ez a hely. Dolgok, amiket mindenki mondott már szex közben. Jaj, de jó. A rabszolga ruha megtalálható a ruhás szekrényen. Rabszolga. Nem biztos, hogy a legjobb fordítás volt. Na de eke. Ilyen de nagy a fukkantó neke. És most szerintem hiába mennék be, nem fog elfogadni, mert túl duci céljé. Meg amúgy sincs ott a karika, úgyhogy mindegy. Beszarok. Rabszolgaruha, ajjajjaj. Szeretnénk kifejezni, hogy mi nem értünk egyet a Eke által állított dolgokkal. Úgyhogy mi elvonulunk. Ez az! Feloldódott a Szia Tornaszereknél lejjebb. Na menjünk akkor edzeni. Ez az. Ezt vártam. Sajnálunk egy kis futás ezzel a rettenetes kontrollerrel, legalábbis a gombokkal nagyon nehéz lesz futni, úgy érzem. Vagy biciklizni, vagy valami. Hála Istennek, a kabala dildód nálad van. Igen. A Szia Tornaszereknél lejjebb. Ah! The legend. A legendás. Ennyi ezen van. Akkor igazad volt. Én azt hittem, hogy a Szia a Tornaszereknél lejjebb, de nem, hanem a Szia Tornaszereknél lejjebb. Várom, oké. Okay. Azt hiszem ideig rosszul mondtam. Geniális a fordítás. Szerintem ez a legjobb, ami a San Andreas-szal történt amúgy valaha. Igen. Véget is érte véget, és köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm, hogy mindenki, aki itt volt, és köszönöm a 10 fillért is, Miklós Ákos. Igazából csak eddig akartunk eljutni. Nyomod az X-et, addig kimegyek inni valóért? Nem tudom, hogy hagyd, de persze. Ja, tényleg. Hát azt hittem, itt ülünk egymás mellett, és úgy csináljuk, de... Na mindegy. Ah, most elárultál egy titkot a nézőknek. Oda a misztikum, baszki. Mondhatnánk valami szomorú... Vagy nyomjunk valami szomorú zenét, és akkor... Ez az Imperial March, ez nem szomorú, bassz meg! Nem, ez a szomorú violin zenet, ez a... Az Imperial March, az kicsit más. Arra gondoltál, hogy...
Tényleg is megvan a hangulat, azt mondtam, ez jobb. Igen, Sad Andreas. CJ Fekete. Ajaj, hát ilyen kijelentések meg a rabszolgaró után ebből a videóból nem lesz pénz. Mi fasz ez a poszter ott mögötte? Hordaterem stories. Sose vettem még ezt észre. Megnézzük. Kezd fáradni a hüvelykújjam. Ott már más hüvelykújjam. De azt úgy nem... nem na jó, oké. Okay. A láb hüvelykújjamat. Hüvelyklábújjad. Ugye láb hüvelyed, vagy ez hogy hívja? Nem tudom, nagy lábúj. Ja, hát így könnyű. Mostantól tovább sprintelhetsz. De én nekem nem az kell, hanem hogy a lányos szeressen. Gyerünk CJ. Teker a csajnál most konkrétan, szó szerint. Meglegyen az a kibaszott kódkártya, csak annyi kell, aztán véletlenül agyon lőhetjük. Bárkivel megtörténhet. Hát bizz. Úgy bizz. Ahhoz képest, hogy milyen dagad geci, egész jó bírja. Ugye? És már a fenyére lement az elhízásod. Mondjuk, majd visszaszabálod magad. Kell majd egyébként is ez a Green Go nevű küldetéshez a fogyás. Mert ott azt soványon kell megcsinálni, mert akkor a The Truth az majd panaszkodni fog, hogy túl kövérek vagyunk, és így nem tudjuk megcsinálni. Ah, és milyen igazolom? Pedig Tick CJ a legjobb GTA karakter. Ja, viccesek a mondatai. Gringo. Úgy tekeri, mint hogyha lopott bicikli lenne. Elérted a mai limitet, gyere vissza, hónap. Megnézzük, hogy a Csajszi otthon van-e. Jó kis zuhanyzás nélkül izzadtam. Ahogy illik. Hát végül is folyadék végigment a testén, az már majdnem zuhanyzás, úgyhogy ez neki megfelel. Jó, az mit válogat? Azt mondja, hogy hagymát evett, azért van ilyen szag. Na. Ó, itt van, tökéletes. Na, nézzük, hogy ez bukodik-e. Most pedig... Na? Az Isten faszál! Nem jó, még mindig fogyni kell. Viszont javult a kapcsolatom vele legalább. Ahogy élőben küld el a picsába, az is nagyon sokat kellett a kapcsolatot. Igen. Ideig mindig csak letiltott Facebookon, meg minden, most meg már élőben... Hoppá! Élőben tilt le. Akkor edzenünk kell még egyszer a picsába. Viszont most nem tudok azonnal, úgyhogy... Azt se tudom, milyen küldetések vannak most a reptéren. Az ki? Szerintem, ha mentesz egyet, az elég. Nem szól, meg kell csinálni. Akkor viszont ez egy speckó mentés lesz. Ugyanis megyünk a klasszikus... Mondjuk az közelebb lenne, de... Annak nem olyan jó neve, mint ennek a helynek itt. Úristen, ez nekem ez volt a kedvencem. A Pirates in Men's Nadrág. Klasszikus, klasszikus. Pirates in Men's Nadrág.
hotel csomag. Imádom. Legalább nem hotel öltönyt ír. Hotel csomag megvéve. Jó. Mi fasz? Mi? Mi volt az eredetileg egyáltalán? Hotel suit. Jaj, tényleg. Úgy kellett volna, hogy hotel öltöny, vagy valami. Megvéve. Megvávé. Na, továbbra se fürdünk, megyünk szépen, meg ruhát se cserélünk, megyünk szépen edzeni. Hogy elhódítjuk a szívét a jánynak. Opa. Ugye ezt a ruhát maga is összeállítottad, ennek már mindegy. Pirates in Men's nadrág. Ez annyira klasszikus, tényleg. Kárgy a strip, nem lehet lefordítva a vetkőzésre. Van még potenciál ebből a fordításból. Majd egy San Andreas 2.0-es fordításekétől. Ugye a San Andreas 2-nek a fordítása, úgyhogy biztos, hogy a San Andreas 2. Jaj, de jó lesz. Remélem Framclim lesz benne, meg Tremor, meg... Tremor. Meg Framclim. Tremor, vagy a Mortal Kombatból? Igen. Ops. Ouch. Hol a faszban van az edzőterem? Én teljesen retardat, hogy talán a térképet kéne használnom, és látnám a kibaszott súlyzót. Nem, de lepusztította az agyamat ez a gyomozás, esküszöm, nem funkcionál már többé, már annyira sem, mint még régen. Az milyen gyönyörű felfele bukfenc van! Na, a C-torneszereknél lejjebb megint itt vagyunk. Most futunk egyet. Futrinka. Hogy kell? Hogy csak X-et kell nyomogatni? Oké. Mehet. Persze, hát most már. Jó, tudom, oké, nagyon jó, mehetünk már végre? Ugye fejjelmúd még mindig dagad, de a több része már kezd fogyni. Azt hiszem ez jobban, milyen szép nyaka van most. Azt hiszem ez talán jobban fogyaszt, mint a bicikli? Mert hogy ez ilyen magasabb szintű, vagy nem is tudom. Ez bicikli, mint a bicikli. Bicikli, ja. Itt éppen szaladunk a rendőrök elől, míg ugye a másik pedig a lopott biciklis szitu. De nem is bírod olyan jól, mint amúgy a biciklizés. Ja, eléggé nehezen megy. Szerintem ez több stamina kell. Tehát gondolom, akkor ez egy felsőbb szintű. Tehát ez pont olyan, mint amikor szerintem az a fekvő bench press az a könnyebb, és akkor a másik súlyzók az meg a nehezebb talán? Nem tudom. És akkor itt is úgy van, hogy a biciklizés egy kicsit könnyebb, de... Ja. Annál már elértük a 10-es szintet és simán megy könnyedén. Itt meg még csak ugye 5-nél járunk. De nem tudom, hogy ez most így gyorsabban edz minket, jobban kifáradunk tőle vagy mi. Mert hogy jó, technikailag a futás az fárasztóbbnak kell, hogy legyen, mint a biciklizés, de... Franc, ugye, hát tudom, hogy a progress barokból ítélve amúgy gyorsabb, mint a izé. Ja, lehet. A bringázás. Nem, mint hogyha gyorsabban menne le a zsír, talán. Szerint CJ elfogy a végére teljesen. Mind fáradok, közöm. Egy jobb kontrollerrel mondjuk gyorsabban tudnék nyomkodni, de mindegy ahhoz. Hát az úgy könnyű. Az túl könnyű, ja. Majd akkor váltok hatosra, hogyha már ezt ki tudom maxolni. Egyelőre nem úgy néz ki, hogy ki tudom maxolni ezt. Szar. Ez a gomb. Nem erre lett kitalálva, hogy nyomkodjak. Én tudom, nekem annyira bevált az X360 kontroller, hogy én mindenre azt használom. Ja, szeretem én is. De igazából az X... Ez egy éves. Ja, de igazából az Xbox igen? One kontroller az ugyanaz, csak jobb. Nem tudom, én azt még nem használtam, de a 360 egy kurva jó. A D-pad sokkal jobb. Ezen éves szar amúgy. A D-pad sokkal jobb az Xbox One controller, nagyon kattogós. Ez a legjobb controller, ami most létezik. Tehát az X360-nál is jobb. Van valahogy Xbox One controllerem is amúgy, de szerintem én nem is használtam. Van, és nem is használtam, de basz. Honnan és miért? És miért nem használtad, ez kurva jó pedig. Hát még jó a 360 controller. Ja.
Nekem is kellene egy Xbox One kontrollert szereznem. De legalább van egy tartalék. Úgy se sok izéhez használom, igazából csak a Yakuzák miatt vettem. Mert ahhoz kell. Hát, ha normálisan akarsz játszani, akkor igen. Hát de 360-os kontroller is simán elmegy, nem? Vagy arról beszélsz? Hát, én azt hittem az Xbox One-ról beszélt, hogy igen, azt igen, vetted. Igen. Nem, azt kaptam. Ja, vágom. Bárcsak én is kapnék egyet. Hát, de majdnem le is fogyott, nézd, mert tényleg sokkal gyorsabban megy ezzel. Majdnem teljesen le is fogyott. Ja. Donételjétek OC-nak egy Xbox One kontroller. Valamikor majd lehet folytatni azt is. Csak most jön a nyár, úgyhogy valószínűleg nem nyáron, mert akkor megrohadunk a tetves géptől, ami fűteni fog, mint állat a Yakuzától valószínűleg. Azt még tavasszal kellett volna. De van rengeteg más projekt, amit elkezdhetünk úgy. Ja, hát még ott van a San Andreas, meg a San Andreas. Igen, ez a két fő ötletünk, de emeltek egy kis gyomozás is belefér majd. Hogy utálom ezt a tetves San Andreas elmondani. De van olyan feeling-e az ilyen szarjátékokkal játszani. Nem te, amik ilyen bájosan szar játékok vagyunk, mint a Mesterlövész, ott tényleg van feeling, de ez csak szar. Nem olyan szar, hogy már jó. Jaj, nem mondd már, hogy a Boiling Point az jobb játék, mint a San Andreas. Ezerszer. És ez Benfek tudja vajon konfirmálni, amikor ugye, vagy 3-4 órát elbaszotta azzal az egy taggal, akit nem tudott eltalálni. Na jó, de hát az egy életre szóló élmény volt. Benfekt soha többé nem fogja elfelejteni a Boiling Pointot. Tréneres Mafia 3 végezetes. Az a baj, hogy még trénerrel is 40 évig tart. Tehát, hogy ha csak nem lenne olyan a trénerben, hogy csináljon meg neked unalmas szarokat, akkor oké. Okay. Én azt trénerrel sem vállalom azt a játékot. Undorítóan geci szar a Mafia 3. Ja. Majdnem olyan rossz, mint a Mafia D-make. Annak a játéknak annyi értéke van, hogy jók a cutscene-ek. Nézd meg a cutscene-eket YouTube-on, és nem megszólítom. Azt akarod mondani, hogy jó kakát, vagy valami, vagy jó kakát színek. Jó kakát, mondom, mi? Jó kakát színek. Cutscene, hátszín. Jelenleg nincs otthon. Hát pedig otthon van, szerintem csak alszik. Soha nem játszottam a Mesterlövésszel, úgyhogy ez lehetetlen. Hol már rendesen fáj az ujjam rösszeres nyomogatástól. De izé viszont lehetne, ha már beszéltük tegnap, Elinor. Most menjek? Tényleg elég jó. Most mentek itt, mert ez közelebb van. Ez könnyebb ehhez hozzáférni. Na kár, egy Hitman Psycho, azt írják. De már nincs meg a játék, illetve nem tudom telepíteni a dobozos verziómat, mert ugye a laptopban nincs meghajtó, úgyhogy nem tudom, mikor lesz. De nagyon szívesen streamelek minden hulladékot, amit elgiftelnek nekem streamen, úgyhogy... Fú, de... Kibaszott. Már a kezem is full ez egy tornacipőszagú. Meg edzősz, hát... Ja, jogos. Nem, de várjál, GOG-n megvan az Absolution, de a Blood Money az nincs meg. Bár nekem a Blood Money ennyire soha nem jött be amúgy. Én azt hiszem egyszer megvettem azt a Hitman pakkot, amiben minden Hitman benne volt Steamen, de sose játszottam egyikkel sem. Megérte. Én nagyon szeretem az egyik kedvenc sorozatom, de a Blood Money az kicsit olyan meh. Nem tudom, én nekem annyira nem jött be. Mondjuk játszottam a kettővel nagyon régen, de nem vagyok egy Hitman fanatikus. Hát én ilyen stealth cuccot imádok, úgyhogy nekem kötelező darab volt. Az Isten faszán, mikor van otthon ez a kurva? Folyton dolgozik. Nem igaz. Hihetetlenek azok a nők, bazd meg.
Ilyen 11-kor dolgozik, hát ez undorító. Hány ingerem van tőle? Ez popott fel, ha legközelebb találkoztam. Nekem a Hitman 2-ben a Silent Assassin-ban iszonyatosan geci sok órán volt. Hitman 2, Silent Assassin. Nekem régen ilyen ezért volt meg ez a... teljesen eredeti verzió volt meg belőle. És azt tudom, hogy állandóan kifagyott, úgyhogy az nagyon sokat nem szerettem játszani emiatt. Az egyen játszottam keveset, de az meg túl nehéz volt nekem, még akkor retardáltabb voltam, mint most, és nem tudtam kifigurálni dolgokat benne. Pedig az egynél a stealth az így kb. Nem létezik, hogy tényleg azt csinálsz, amit akarsz, tehát így... Ja! Full rankos missziókat csinálsz, úgyhogy így felrobbantasz mindent. A izéből csinálnék amúgy az új Hitmanből, csak az meg nincs meg. Fúj. Na most már tetszik. Na! God, you look like a fat ass. Hogy mi?! Hogy? Mert így két hét alatt lefogytál 95 kilót, és mindig takart vagy neki, de nulla zsírral is. Mi nem tetszik neki? A ruha? Vagy mi? Na, azt mondta, hogy you look like a fat ass. Hát ebben az meg egy kecis dekagram zsír nincs rajtam. Ó, szeretve tényleg zuhanyozni kell, tudom, hogy messzire megyek, de... De nem akarok zuhanyozni. Most mi a fasz csináljak? Hát, cserélj ruhát. Nézd ki még szarabbul. Lehet, hogy ez a probléma, nem? De pasz meg, mi a fasz? Vagy szedj fel izmot. Lehet, hogy az izom a baj? Szerintem. Aha. Lehet, ez lesz akkor. Mert most azon gondolkozom, hogy vagy túl sok az izom, vagy túl kevés, de szerintem túl kevés, mert nincs olyan sok most jelenleg. Imádom, hogy kigyúrod magad több év munkájával, visszamész és azt mondja, hogy túl feka vagy nekem. És akkor elmegyünk valami antiszoláriumba vagy valamibe. Egy Michael Jackson-os itógépbe. Most nem fogok még tudni szerintem edzeni, mert még túl korán nem mentem el menteni sem. És semmi. Vagy igen? Kiderül, hogy a szintje valójában csak egy nagyon világos... Nagyon sötétbőrű fehér ez csávó. Ez elég gond lesz. Ez elég gond lesz, mert ez... Oké, annyira nem vészes talán. De fú, de rossz. Nem, ez nagyon rossz. Ezt nagyon nem szeretem. Aj, baszki. Kellene egy másik kontroller. Szerintem súlyt is kellene növelni, mert ez egy kevés. Ja, egy turbós nem lenne rossz, de... De ha súlyt növelsz, akkor még jobban kell nyomni. Te is ki fogod baszni magad a videó végére. Ezen van turbó? Szerintem nincs, szerintem... Nem, lófasz nincs rajta, jól. Van egy olyan ótvaros szarkontroller, MPS2-es. Speedlink természetesen, és... A gombjai olyan fosok, tehát így... Borzalmas, tehát így lenyomom és ilyen, amit ugye tapadna, olyan szar. Nekem is van egy olyan kontrollerem, nekem egy Genius kontroller csinálja ezt, és ilyen nagyon kemény műanyag rajta minden. Ez is, ez full kemény műanyag mindenhol. És így csattognak rajta, fütyűzően, rakásszar. Pedig a Speedling nem csak fosokat csinált, voltak dolgok, amiket csináltak, amik egész jók. 150 kiló, hajra. Amúgy azt szerintem... Ráesik a torkára és meg. Remélem. Húha, ez nem. De még él, ez meg. Tök vicces lenne, hogy ebbe bele lehetne halni, nem? Körülhétesen néz ki, hogy próbálja felemelni. Megcsináltam egyet. Egyébként az a poén ezekben a textúrákban, amit a súlyzón használnak, hogy az valami doboznak a textúrája, azt hiszem. Igen. Kartonnak a textúrája. Ám, ami olyasmi. Fú. Szerintem ennyi talán elég, és nem, hogy csak hogy annyi, hogy tudjak tanulni új dolgokat.
Hát de bazd meg, összegyújtani a kagylókat kurva sok idő. Sokkal több idő, mint kicsit edzeni. Tudjuk, hogy ribancok szeretik a kagylókat. Egyre könnyebb ezt csinálni. Minél több az izomzat. 150 kilóval jó gyorsan felmér az izomzat. Szerintem kb. Feléig elmész és azzal már jó vagy. Nem hiszem, hogy teljesen ki kell basztani. Ennyi volt, ennyit is bírtam. 17. Tehát ez olyan nehéz volt neki, hogy ennyit bírt. Szerintem ez elég lesz. Most már. Meg is tanulhatjuk itt az új mozdulatokat, a C-torneszereknél lejjebb speckó mozdulatokat. Tetszik, hogy az ő mozdulat, hogy tanulod meg, miután agyonverted. Igen. Mint az életben. Mindig is nagyon nehéz volt. Mi harcművészre állunk szemben. Csak tapasíj meg a földön. Best demonstráció ebből. Szerettem. Na mehetünk végre randizni a csajt. Megrandizni. Elmondjuk, és úgy megismerjük az állat. Halálra ismerjük a nő. Tarp is kiismerjük belőle. Érdem. És így fogom elnevezni az autómat, hogyha lesz egyszer. Hogy mi? Hogy érdem. Mint ennek a csodás autónak a neve. Jajjaj. Vajon az ő autójának mi a neve? Az eredetileg Club. Nem csak. Pocsában nem tudom ellopni. DJ, what's up? Hey, pretty lady. Wine and dine me, baby. Na. Let's move. Főleg bemutatjuk, hogy működik egy... A kurva éve pont itt vannak a rendőrök. Hát jön nincs. Hát jön nincs. Tehát... Így működnek a... Az alai randik. Tetszik, hogy erőszakoskodtál a barátnőnél, az a hat fejlővés az erőszakoskodás. Ez judú, ugye vel. Nem tudok beszélni, kurva kocsijába vagyunk. Picsába. Tetszik, hogy be van épülve ez is a garázsba. Érdemlegesen. Na bazd meg, két csillag, a faszomat. Ajajajajaj. Szerintem, hogyha idejövök, akkor elmúlik. Talán. Nem? Nem egészen tudom, mi alapján gondoltad, de bízom. Mert úgy van, hogyha városban vagy, akkor nem múlnak el a csillagjaid, de hogyha kint vagy a városban, tehát falun vagy, akkor meg elmúlik. És szerintem ez talán falunak számít itt, talán, nem tudom. Megad. 3 méterre a várostól már vidék. Hát jó, ez már úgy vidék szerűség, nem? Elmúlik vajon? Végül is. Vagy most mehetek keresztül kibaszott csillagokat, mert már faszom. Próbálj most kibaszott rendőröknek pont ott kellett lenni, hogy pont amikor lelőttem, pont akkor ott voltak, pont bazd meg a kurva anyukat. És pont két csillagom van, a faszomat, hogy véletlenül sem tudjam lerázni.
Törnyek ezek a mai rendőrök, tényleg. Pocsokon először szemügyre veszük az ánuszán. Sajnos az Twitch-en nem tudom megmutatni, de mi is szoktuk néha zalálni, igen, ez így működik, a zalai. Jó, hogy a részben van a belső, azért hűtöttél a szaron, csak így. Hogyan verik a kurvát? A kurvát! Nem lesz, hogy sehol egy kibaszott, kurva rendőrcsillagló fasz. A faszba bazd meg, utálom ezt a kurva játékot. Hol van a legközelebbi festő lófasz? Ahogy basznád meg. Még jó, hogy mi? Vagy mi? Fő a nyugalom. Ja? Hogy itt nem repülnek az autók. Ugye? Már én is kezdtem már hozzászokni, főleg, hogy én is csinálom ráadásul, és most így még sokkal rosszabb, ugye? A faszba ezzel, hát nem igaz, valaki adjon már egy kurva autót, amit lefestheték. Mert itt nem tudok bemenni gyalog, a PS-prém itt nem működik. Gyomban bezeg működne, de itt nem. Ennyit nem tudtak meg csinálni a kurva San Andreasban, értetlen. Bemegyek a festőbe, és mit tudom én, lecserélik CJ haját. Jó, mondjuk azt is lehet, hogy bemegyek a fodrászhoz, azt mondjuk tényleg lehet. Ha új hajstílust veszel, akkor lerázod a rendőröket. Mint a való életben, ugye? Aha. Mondjuk most pont fordítva, hogyha való életben bemegy a fodrászadra, akkor valószínűleg letartóztatnak. Barak-sziget. Zseniális. De ez meg full angolul van. De ezt nem fordítja. Igen, ezt nem fordítja le meg ezt sem. Ez csak azt fordított le, amit megtalált. A szövegben. Többi az úgyse fontos. What is the hold up with that security pass, CJ? Man, it been a slight setback. What kind of setback? Well, more of an unfortunate accident. It's Millie. She dead. What the fuck? How? When? Well, we was hanging out and shit got fucked up. That's all I'm saying, man. Well, her pass will probably be in her house. You gotta break in and get it. Shit. Amúgy... Hey, I'mma call you when I get the call. Ebben az a poén, hogy te... Nem értem, tehát úgyis be lehetett volna törni, amikor például nincs ilyen otthon. Igen. Csak elhozzuk. Csak nem kell megölni. Meg ugye nem hiszem, hogy egy halott alkalmazottnak a kártyája érvényes maradt túl sokáig, de... Azt csak részek kérni. Azt most már mehetek megcsinálni a Green Goot és... Gringót. Végre valahára. A Project azért nem csináltam meg? Szerintem még nem. És most pont éjszaka van, most kenne szerintem, bár fasz tudja meddig lehet. Jó, bak szerencse. Hogyha nem lehet bak, akkor mentek, ja, és akkor lehet. Hát és küldire még pont van időm, úgyhogy. Egy küldire van még időd? Jaj. Ajaj. Ha még kettő van, akkor lehet kettő? Hát. Már nem tudom, hogy megcsináltam már Project Black, vagy Project, miért azt? Nem tudom, Black Project. A lassuk oszt elválik. Jó. Megyek a reptérre gyorsan. Gyors! Szerezni egy repülőgépet. Na, csak odaérek akkor. Már lehetne Mártana menteni előtte, úgyhogy akkor lehet mégse. Érek oda.
Hát úgy könnyű. Hol van a... repülőgép? Shamal. Láttam repülőt utatni ebbe a tetves játékba. Hogy mi? Nagyon utáltam a repülőt utatni ebbe a tetves játékba. Már? Nagyon rosszul van, de így embertelenül rosszul. A repülős iskola volt az első hely, ahol elakadtam. És aztán... futóművet próbáltad behúzni? Persze, de... Mert flexő maga... nem tudott erről, hogy be lehet húzni. Nem tudom, nekem sehogy nem mert az irányítás, de én napokig el voltam ott akadva. Flex volt az, nem? Biztos vagyok benne, hogy flex volt az, amikor... Vagy nem? Várjál. Ki faszom volt az, aki nem tudta, hogy be lehet húzni a futóművet? Hát, már a faszom sem tudja. Ja, flex volt az, ő volt az, persze, igen, amikor ő játszott. És akkor mi Ferivel mondtuk neki, hogy nyomd meg a kettest. Miért? Ja, húzd be a futóművet. Mi? Nem vágta, hogy be lehet húzni a futóművet. Nekem nagyobb problémáim is voltak, úgyhogy... Titkos te. Látom a repülős költéseket. Ja, tényleg itt mondja Truls, hogy túl dagat vagy. Namaste. Jeez, Carl, my brother. Hey, Troop, where you at? Just checking that you were no... Ennyire nincs térhalás a CJ-nek. Where is he? How the fuck would I know, man? He like the devil. Hey man, you okay? Everything is transient. Whoa, man. I'm passing through life same as every man. Okay, do you have any idea what you're doing for Trino? Nah, I seem to be on the need to know base. Úgy tűnik az alapoktól kell kezdenem. Nem azt mondta. Cancel each other out. You know that. We pay them to lie to us. Need to know base. Is that what our founding fathers wanted? No more, friend. No more. We're not alone. Get off me, man. What's going on? Everything is going on. Don't you get it? There's a place, not even on the map. A train is about to leave. It can explain better than I ever can. Boy, this is going to blow your fucking mind. We got work to do. You better drive. I'll explain. Elegance does not even touch it. Hogy mi? Az elegancia nem mindig hasznos. Let's kick-et tanulunk ebből a játékból. We have a plan here. Go, go, go! Hey, hold up, dude! De ez jó, mert magyar jól van. Truszász akarja, hogy juss be a 69-es körzet kutató laborjába és hozd el neki az ott fejlesztett fekete projektet. A legegyszerűbb út a 69-es körzet bunkereibe, a biztonsági ajtókon át vezet, hogy ezeket kinyithass, menj az irányító toronyba. Fénycsóvák pásztázzák a területet, vigyeld ki őket, és dolgozz ki egy... ha túl sokáig vagy fénycsóva útjában a kettőnél több... biztonsági Isten faszát megbassz ez a játék. Számos kurva sok szöveg van itt. Hőszemüveget! Hőszemüveg! Lopakodhatsz, hogy elkerüld a járőröket, de hülye lennél. Miért ilyen kibaszott lila minden? Mert ez a PS2-es San Andreas, ez olyan kicsit olyan lilás. Mások a színek, mint PC-n. Kicsit más. Ezt is szeretem benne, olyan stílusosak a színek, meg minden. Inkább szarnak mondtam volna, de hát kinek meg. Mondjuk ez tény, hogy a PC-n az egy másik undorítóság. Meg fogok állni. Hát ez zseniális az irányítás. Ez nagyon jól megy egyelőre, tökéletes. Rohadt sok HP-dom van. És tudtam, hogy... És bazd meg, hogy nem mentettem, mert hogy valahogy úgy éreztem, hogy ez menni fog. A jó kurva anyját ennek a szájba baszott kurva játéknak, de gyűlölöm. Nagyszerű, most mehetek oda? Kurva jó. Álljátok már ki! Isten faszát! Full
két másodpercet szétszedtek darabokra, mert nem tudok egyszerűen célozni, meg mozogni, meg semmit. Pedig ez nem is egy nehéz küldetés, egyszerűen nem hiszem el, az meg annyira fos néha a kontrollerrel játszani. Mint nem hozzászoksz, hogy billentyűzeten játszol. Hát ez meg a másik, de most ez nem annak a hibája volt, ez most csak konkrétan így szar volt az egész. Azt sem tudtam, hol vagyok épp. Új szombat este. Hogy milyen este? Ja, semmi. Rájöttem közben, hogy vasárnap van. Valahogy. Sajnos. Most már mentünk, továbbra sincs semmi fegyverünk, természetesen. Most, és most már nincs. Várjál, mi fasz van itt puska? Jaj, ez a kocsiból van. Kurva jó lesz ez így fegyver nélkül, menjünk, ez az, hajrá. Imádok fegyver. Van 5 töltényed, miről beszélsz? Ja. A shotgunba. Mivel aztán kurva sokat érek. Ja, meg többször kellett volna mentenem szerintem. Jaj, de jó, hogy basznád meg, te utolsó szarházi játék. Látok vissza. Csak menteni. True. Do we have a plan here? Go, go, go! Hey, hold up, dude! Ah, kapok pisztolyt, jó van. Legalább annyi. What is easy? Csak ahhoz kell, hogy betörjék a helyzetbe. Tessék, milyen stealth gameplay van itt. Hirtelen nem tudom, hogy hol vagyok. Metal Griffin, mondom. Rájöttem, hogy itt kellene bemennem. Itt akartam bemenni, csak nem tudtam, hogy hol a faszba vagyok, tehát... Eltévedtem. Azért hautam meg. Hát ik már, hát én nem úgy nyíja már ki. Nem tudom. Mennyi a 62-es között, hát a kutatólaborból hozzáférhetek, de szarhoz. Számos katona őrjáratodik az intézmény területén. Ehhez biztos Kojimát kérték meg. A vezérlőből módod van kiiktatni 62-es között néhány külső védelmét, így megkönnyítheted a szökést. Ez mindig, hogy felpattannak. Az életben is. Kapcsolni ezt a samos szart, hogy ne lőjön szét lehetőleg. Nem muszáj, de majd kiárok, akkor kikapcsolom. Az autó egy kicsit OP-nak tűnik amúgy. Jobb lenne manuálisra, de...
Ez van, ez kicsit hosszabb lenne a küldetés. Ah, igen, nincs választása. Most egy beta térkép, azt hiszem még ott van a... Talán a Alcatraz, vagy nem tudom. Megbízok azokban a tudósokban, hogy nem fogják visszakapcsolni. Azt mondták, megígérik, biztos nem hazudnának. Jó, ott kell menni. Még meglepődtem, hogy itt van lent armor meg HP. Mindig meglepődtél? Igen, mert mindig az volt, hogy meghaltam háromszor méter, és utána cheat-tel játszottam, és akkor úgy voltam vele, hogy szorog az egészre. Ja. Szóval még mindig így láttam, hogy jó, ott van HP, akkor lehet, hogy egyszerűen nézd az a küldözés. De ez még mondjuk a normálisabb missziók közé tartozik a játékban. Ja. Yeah. Nem rossz amúgy. Érdekes. San Andreas szimuláláshoz képest az... Mondhatni érdekes, hogy én... jetpacket kell öllopni. Elég gagyi küldetések voltak amúgy nagy részt ebben a játékban. Ja, yeah, ja. Yeah. Sokszor azon vagyok, így fenekad vagy. Tehát, hogy... Igazából az egész játék azért népszerű, mert hogy... Ilyen szabadságot ad neked, amit a más játékok általában nem. Nem pedig azért, mert hogy... Tehát, hogy annyira gagyik így a küldetés, így építettek egy világot, és akkor gyakorlatilag bele vannak így gyomolva így küldetések, és így ennyi az egész játék. Míg ugye másra meg a rendesen felépített scriptet, meg itt tudom, milyen faszom küldetések vannak, amikor filmszerűek mondhatni. Ez meg olyan... Ön GTA-s. Igen, mint egy ilyen nagyon gagyi sandboxen a munkába. Ja, tehát így... Tehát nézd meg, hogy halnak meg például, tehát így nevetséges az egész kicsit. Viszont maga így az... De az ilyen látványos a low effort. Igen, de igen, viszont mivel ugye egy ilyen világot építettek, azért népszerű. Tehát a grafika az mondjuk undormány volt 2004-hez viszonyítva. Tehát így az... elsősorban a karakterek kidolgozása, az átvezetők ocsmányok, mint a bűn. Hát meg kurva szarok a hangok úgy általában. És én nem is tudom, hogy csinálták, mert a GTA 3, a Vice City, és utána a GTA 4 is, tehát minden tekintetben messze felül bújják ezt a szart. Igen, igen. Ez nem tudom, hogy sikerült megoldaniuk. Easy peasy. Rakéta hátizsák. Jó. Mert mi más lehetne? Hát irakéta vagy? Hogy lehetne ezt mondani? Hát... Sugár meghajtású hátizsák. Jetpack, nem tudom. Ez sokkal jobb, mint az első kettő törv. Igen, mert egy rakéta az nem sugár meghajtású általában. Na. Egyébként lehet itt egy ilyet PS2-n, amit nem lehet PC-n. Ha megnyomod a két sticket egyszerre, azt hiszem. Nem, várj. Megnyomod az L2-t, meg az R2-t egyszerre? Azaz. Lehet ilyet. Így egy helyben meg tudsz vele állni.
Viszont ez PC-n nem lehet valahogy kimaradt ez a funkció. Hát szépen. Vagy kontrollerrel lehet, csak nem tudom, de moddal lesz, nem lehet. Még egy oka miatt a PS2-es verziólag jó. Bizony. Most nekem dudált, hogy menjek a dudolni? Igen. Útvaros faszt sem kaptál a küldetést. Ez lehet jól jön, hogyha esetleg le akarok esni éppen a motorra, vagy már van nekem? Mi fasz? Vagy valami másom van, amit... De a Night Vision helyére tudod felvenni, nem? Aha. Mekkora szar, hogy a Night Vision ugyanezt a kibaszott slotot foglalja el, akkor egy útvarszer. Várj csak, ez jól sejtett? Ó, oh, baszki. Ez fel kellett volna mennem azt a telefont. Szerintem ez a... Az az, hogy tempennyék voltak azok. Mennyi küldetés van ott még? A reptéren még egy van, nem a gringó, nem? Vagy van még az a más? Szerintem kívül más is? Ja, szerintem már csak a gringó van. De ha már itt vagyok, hol a faszba kell itt lemenni? Ha már itt vagyok, akkor megcsinálom gyorsan azért 5 másodpercet az egész küldetés, amikor megöljük Pulaskit. High noon. Legyen úgy. Azt hiszem, hogy itt van. Csak hívniuk kell Kenne először. Hey, Carl, it's me, the truth. We got a date with Destiny, man, in about 5 minutes. Where you at? At the old airplane graveyard you've been hanging around. Szerintem, várjál, lehet, hogy még nem hívnak, hanem majd csak, hogyha megcsináltam pár kaszinó küldetés. Kurva Isten faszát, akkor azt sorrendben csináltam, akkor ide majd még vissza kell jönni. Bazd meg! Szopás. Szerintem ahhoz kell egy pár... Igen. Igen, ó, bazd meg. Igen, mert ahhoz kell csinálni ezeket a tempeni küldetéseket Last Venture 5-ből ezzel. A büdös picsába. Bassza meg. Ez a rohadt tenypeny misszió. Igen, ezeket elfelejtettem. Na mindig. Majd vissza kell, akkor ide jöjjek később. Nem bassz, itt egy pizzás. Na semmi közepén. Jól jól megdolgozik a minimál bérért. Itt van azt hiszem valahol egy... Pánkél. Sose tudom, hogy hol van, mert valamelyik ilyen repülőgép törzsben van, vagy valami ilyesmi elrejtve. Ami gyökérhelyen. Milyen szarok már amúgy a méretarányok, hogy CG akkora, mint egy repülőgéptől. Hát azért sokáig kövér volt, tehát egy darabig eltart, amíg ugye lefogy. Hol a gyászban van ez a szar? Itt van valahol egy kibaszott pánkér, de nem tudom hol. Kurva életben ez... Ah, megvan. Az egyik a 40 ugyanúgy kinéző repülőgéptörzsből abban van benne. Gringo. Jó élet, Gringo. Gringo. Damn, where is this fool? Whoa, shit! Hey, man, look out! The new age begins here. Say what? Not all fantastic things are lies, Carl. Today we'll know everything. Oh, I can hardly wait. I hear knowledge is truly sacred in this part of the world. Járvű rejtés? Ne, most se annyira. Igazából arra sem mondtam, hogy nagyon jó, nagyon GTA 5-szerű az egész. Land on the train, kill the guards, get in and steal stuff. Oh yeah? What stuff? I don't know yet. Oh, you don't know yet. I was starting to think you was a lunatic. What you mean you don't know yet? You'll be stealing the answer. Look. Fly the jetpack, land on the train, and steal whatever they least want us to get. Shh. Listen. They're coming. Meghallja a... Peace on earth, dude. A vonatot, ami még Las Venturesban jár. Jó a filmes. Te teljesen érhető szerintem. Mint az indiánoktól a lénye.
tud nyomot követni, csak ő vonatra van szakosodva, nem lovakra. Jó, biztosan the answer, már tudod a választ. Hát, és hát végül is. Költői szabadság. Költői agyhalál. Öt körek, ezek két. Zöld masszer. Nem tudok leszállni erről, mi fasz? Nem engedd leszállni. Az izé, azt a szart lőjed már, te gyökér! Hogy mindig a katonákra céloz ez a faszopó, komolyan mondom. Hát ez így nagyon rossz. Oké, hát ez zseniális. Istenem, ez egy játszhatatlan küldetés PS2-n, bazuki. Nem úgy mondom, hogy melyik izébe van? Ne, nem, mindig az utolsóban van. Ah. Szokás szerint, jó kis GTA szokás. Mindig megszopatnak annyira, amennyire csak lehet, és miután megszoptad, utána odaadják neked. Az Isten faszát, hát ez teljesen irányíthatatlan. Az üvegzöld ma... hogy mi? Üvegzöld massza. Nem tudok oda menni. Bazd meg! Ó, még hangja is van. Megszerezted az üveg zöld masszát. Most vizsgálsz az igaz, az igaznak! Az igaznak. Hát, végül is. Majdnem. Ja. Nem sokon múlva. Ezt az Alien City-ben vették, mert abban úgy hívták, hogy Professor True. Nagyon jó. És gyűjtünk. Verdáns medózok. You got it, man? Felfogtad, ember! Let me see. Everything is different now. What is it? Everything. They will call this Year Zero. I'll be in touch. Wait! What is... Yeah, see you around. Tudjuk, hogy oldalcádba is már is hajt el. Kurva gyorsan be tud ülni a vezetőülésbe. Ott is van egy gázpedál. Birtokot szereztél. És CJ mondta, hogy majd találkoztok. Ja, majd holnap találkozom. Yes. És itt van most már a jetpack is. Na. És akkor ennyi. Jó. Egy élmény volt. Várjál csak, mi az? Á, igen. Március 3-a, tehát akkor majdnem 3 hónappal ezelőtt nyomtuk. Kellenek a szüneteknek. Na. Akkor köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Élmény volt mindig. És mindenki húzza a picsába most. Így van. Sziasztok.